Kedveseim, nagyon örülök, hogy együtt lehetünk ma is. Isten legyen ezért áldott, hogy egybegyűjtött bennünket, hogy elhozott, adott erőt és különösen vágyakozást. Én azt kívánom, hogy mindegyikünk szívében legyen valóban szenvedélyes vágyakozás Isten üzenete iránt, és ahhoz pedig az kell, hogy szenvedélyesen vágyunk vele kapcsolatba lépni. És akkor szívesen hallgatjuk az ő igéjét is, az ő hozzánk szóló üzenetét is. Ki emlékszik arról, hogy miről beszélgettünk a múlt vasárnap? Hát nyilván annak van esélye, aki itt volt a múlt vasárnap. Nos, mivel ismétlés a tudás anyja, hadd mondjam azt el nagy vonalakban, hogy miről is beszélgettünk. Ugye Jézus ellentétbe állította a boldogságot végéredményben az áldott állapottal. A boldogságot az áldott állapottal. Most mi a különbség a kettő között? Hát az a különbség, hogy a boldogság az a körülményektől függ. Hogyha nagyon sarkítva akarok fogalmazni, a boldogság a körülményektől függ, az áldottság pedig az mindig az Istentől függ. És a boldogságot kereső ember az a körülményeibe kapaszkodik, az áldottságra vágyó ember pedig a hasznos életre, áldott életre vágyó ember az pedig Istenbe kapaszkodik. A boldogság az egy időleges állapot, az áldottság az meg örökös állapot, mert hogy Isten tegnap és ma és mindörökké ugyanaz, változatlanul szeret bennünket, és változatlanul ragaszkodik hozzánk, és meg akarja áldani az életünket. És akinek az élete ebben a világban gyökerezik, mit mondott arra az emberre Jézus? Azt mondta, hogy jaj annak, akinek az élete ennyi, hogy csak ebbe a világba gyökerezik, akinek pedig Istenben gyökerezik az élete, abban a másik világban, amely abban a másik országban, amely nem e világból való, így mondja Jézus róla, az pedig egy áldott ember, és valójában boldog ember. Mert vajon mi tehetne bennünket boldogabbá, mint az a tudat, hogy jó kezekben van az életünk. Isten legyen jelen közöttünk, és áldja meg a mi együttlétünket. A 155. számú énekünkkel kezdjük ezt az együttlétet. A 155. énekünket énekeljük. Ó, mely boldog ember az, ki téged élő igaz, egy Istent megismerhet. Így kezdődik a 155. énekünk. Hirdetéseinket hallgassák, testvérek. Hát nem mondok új dolgot azzal, hogy az elmúlt héten elkezdődött az iskola.
minden diák nagy örömére, látom, hogy ragyog az arcotok, és nagy lelkesedéssel vágtatok bele ebbe az új tanévbe. Arra kértelek már benneteket az elmúlt héten is, hogy vegyétek ezt komolyan, hiszen nektek most ez az Istentől kapott feladatotok, hogy tanuljatok, épüljetek, készüljetek arra a hivatásra, amire Isten szeretne benneteket elhívni, és ennek az első lépései azok, nyilván azok, hogy az iskolában megfelelő módon helytálltok, de ismét mondom azt a szülőknek különösen, hogy bátorítsátok a gyermekeiteket, legyetek mellettük, ne ingereljétek őket, és ne rújjatok fölösleges terheket a nyakukba, hanem lássátok azt, hogy mennyire fontos az, hogy ezek a fiatalok komolyan vegyék a tanulást, és természetesen gondoljunk az oktatókra is, a tanárokra, a tanítókra, hiszen nekik is nagy a felelősségük ebben a nagyon nehéz, ugyanakkor nagyon szép munkakörben. Egyébként az elmúlt hét nagyon csendesen telt, nem túl sok eseménnyel, de nagyon hálásak vagyunk azért, hogy a Bibliaiskolának egy újabb képzési napja lehetett a tegnap. Közöttünk van Suhai György testvérünk, a Bibliaiskolának tanára. Örülünk, hogy itt van, örülünk, hogy itt maradt vasárnapra, hogy részt vesz ezen az istentiszteleten is. Hálásak vagyunk az ő életéért is, a sok hasznos tudásért, amit átadott nekünk. Imádságos szívvel hordozzuk az ő életét, családját és munkáját. Tegnap temettük el Olá Rozáliát, aki 78 éves korában hunyt el. Isten vigasztalását és újjászülő erejét kívánjuk a hozzátartozóknak. Isten tisztelet után emlékharang fog szólni, előbb Ladányi Árpád testvérünk halálának 17. évfordulóján, majd Ladányi Piroska testvérünk halálának 15. évfordulóján, és végül Borsi Adélra emlékezünk, aki egy évvel ezelőtt távozott el közülünk. Azoknak a családtagoknak, akik itt vannak közöttünk, Isten vigasztaló szeretetét ajánljuk figyelmükbe, és imádságos szívvel hordozzuk őket, tudván azt, hogy ő az, aki egyedül képes arra, hogy megvigasztalja a mi életünket. Ma délután 5 órakor kezdődik a délutáni alkalmunk, szeretettel hívunk és várunk benneteket erre az együttlétre is. Jövő hétre vonatkozóan pedig azt tudom elmondani, hogy a megszokott időpontokba kezdődnek majd a gyülekezeti alkalmak. Kedden este 7 órától imaközösséget fogunk tartani, csütörtökön este ugyancsak 7 órától a felnőttek biblióráját. Most kezdjük el a Timóteushoz írott levelek magyarázatát, és nagyon ajánlom, hogy kapcsolódjunk bele ebbe a nagyon gyakorlatias sorozatba, hogy épülni tudjunk ezáltal is. Szombaton pedig megszokott időpontban 6 órától kezdődik az ifjúsági biblióra. Megkérem a konfirmandusokat, mivel nagyon nehezen tudjuk beállítani azt az időt, amikor találkozni tudunk. Ugye jövő szombaton célkonferencia van, nem tudunk itthon lenni. Megkérek veleteket, hogy maradjatok vissza, és akkor megbeszéljük, hogy jövő héten mikor tudunk majd találkozni. A vallásórákat majd októbertől fogjuk újra indítani a nyári szünetet követően. Isten áldása legyen az életeteken, figyelmetekbe ajánlom az adakozást is, különös tekintettel ugye a templomtető javítására, amiről már mondtam, hogy elég nehezen gyűl a pénz rá. Tudjátok, hogy a pénz megvan, ez a jó hír, és ezt is tudjátok, ez a rosszabb hír, hogy a pénz a ti zsebetekben van. Tehát kérlek benneteket, hogy ennek megfelelően gondolkozzatok el azon, hogy mennyire fontos számotokra ez az ügy, mert mi nem erőltetjük, de azt se szeretnénk, hogyha beszakadna a mennyezet. Tehát Isten dicsőségére azért ne a magunkéből adjunk, hanem ne tartsuk vissza azt, amit Isten nálunk helyezett el. De erről majd bővebben fogunk beszélni az igehirdetés kapcsán is. Dicsérjük tovább az Istent énekszóban a 413. énekünkkel. A 413. énekünket énekeljük. És gondolkozzunk el azon, hogy mennyire szép és felszabadító a szövege ennek az éneknek. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy, a bűn szolgája, gyáva, rab, a Krisztusé szabad. Így kezdődik a 413. énekünk, végig fogjuk énekelni.
Imádkozzunk testvérek! A mi segítségünk és együttlétünk megáldása jöjjön az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló igaz Isten. Ámen. Drága testvérek, hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igéjét, úgy, amint az írva található a Lukács evangéliumának 6. fejezetében, ennek a fejezetnek a 20. versétől egészen a 36. verség terjedő ige szakaszában. Olvasom tehát Isten igéjét Lukács evangéliumának 6. fejezetéből, a 20. verstől egészen a 36. versig terjedő ige szakaszából. Hallgassátok ezt figyelemmel, alázattal is, helyeteket elfoglalva. Jézus pedig tanítványaira nézett, és így szólt: boldogok vagytok, szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert majd megelégítettek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok. Boldogok vagytok, amikor gyűlölnek titeket az emberek, és amikor kiközösítenek, gyaláznak benneteket, és kitörlik neveteket, mint gonosz nevet az ember fiáért. Örüljetek azon a napon, és újongjatok, íme nagy a ti jutalmatok a mennyben, mert ugyanezt tették atyáik a prófétákkal. De jaj nektek, gazdagok, mert megkaptátok vigasztalástokat. Jaj nektek, akik most jól laktatok, mert éhezni fogtok. Jaj, akik most nevettek, mert gyászolni és sírni fogtok. Jaj, amikor jót mond rólatok minden ember, mert ugyanezt tették atyáik a hamis prófétákkal. Nektek azonban, akik hallgattok engem, ezt mondom: szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket, áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Aki arcul üt, annak tartsd oda a másik arcodat is, és aki elveszi felső ruhádat, attól alsó ruhádat se tagadd meg. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és attól, aki elveszi a tiedet, ne követeld vissza. És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük. Ha azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is ugyanezt teszik. És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi a jutalmatok? Bűnösök is adnak kölcsön bűnösöknek, hogy visszakapják azt, ami jár nekik. Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte. Nagy lesz akkor a jutalmatok, és a magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. Legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozzék a mi szívünkben gazdagon, mi pedig teremjünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Jöjjetek, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba,
A mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a Te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Ámen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát, amikor is így szól hozzánk az ő igéje által. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érette, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Foglaljatok helyet, testvérek, és ifjaink vezetnek bennünket az Isten dicsőítésében. Meghajtjuk a fejünket, elcsendesedünk és imádkozunk. Hálásak vagyunk azért, hogy Te összegyűjtesz bennünket, és gondot viselsz rólunk annak ellenére, hogy mi milyen gyarlók vagyunk. Atyám, én hálát szeretnék adni a Te igédért azért, hogy Te ma is szólsz hozzánk, és ma is tanítani kívánsz minket. Uram, én nyitott szívért szeretnék könyörögni, azért, hogy be tudjuk fogadni, és meg tudjuk érteni azt, amit Te a tiszteletes Úr szívére helyeztél, és át szeretnél adni nekünk. Köszönöm a Te hatalmas szeretetedet, és azt, hogy
Te mindig jelen vagy. Amen. Amen. Egy újabb énekkel készülünk az ige hallgatására. És ha ismeritek az éneket, hadd bátorítsalak, hogy kapcsolódjatok be. A másik kivetítőnk az nincs bekötve, sajnáljuk, de azért nagyobb részt látjátok a szöveget. Köszönjük szépen, és ne felejtsük el ennek az éneknek az utolsó sorait, nem baj, hogyha a többi sora is eszünkbe jut, nyilván, de azt mondja ez az ének, ami ugye egy alapvetően egy csalódás Jézusban, mert hogy Isten Jézus által nagyon sok mindent felborít az életünkben. Azt az értékrendet, amiben hiszünk, aminek mentén építgetjük az életünket. Tehát a hegyi beszéd, a boldog mondások alapvetően ezt a rendet, az általunk kialakult úgymond rendet borítják fel. Hogy nem tudjuk, nem értjük a logikáját, hogy hol van ott a boldogság, ahol sírás van, ahol megpróbáltatás van, ahol szegénység van, ahol nem vagyok önmagam ura. Ahol nem érzem magamat biztonságban. Hol van ott a boldogság? Hol van ott a boldogság Jézus, ahol a Golgotát látom, a keresztet látom, a szenvedést látom? Hol van itt a boldogság? Hát ott van a boldogság, hogy ebben az állapotban döbbenek rá arra, hogy mennyire oda van utalva az életem Isten kegyelmére. És ez egy óriási kegyelmi ajándék, amikor rádöbbenek, hogy nem lehet ezt a Jézus kikerülni. Nem lehet ettől a Jézustól menekülni. És én azt kívánom mindannyiunknak, mindannyiótoknak, hogy ma úgy legyünk itt, hogy nem szeretném hallani az igét, nem szeretnék odafigyelni rá, de ne lehessen kikerülni azt, amit ma mond az Isten. Én se tudjam kikerülni az üzenetet. Vagy mi is értünk ehhez lelkészek, hogy csak elmegyünk az üzenet mellett, kikerüljük a dolgokat. Ne lehessen kikerülni azt a Jézust, aki ma itt van közöttünk, aki találkozni szeretne velünk, aki,
aki mindent megtett érettünk, aki keresi az életünket, ne lehessen ettől a Jézustól menekülni. Lehet, hogy új vagy itt, lehet, hogy először vagy itt, lehet, hogy az interneten hallgatod, lehet, hogy már megszoktad ezt az egészet. Már azért izgultam, hogy hát ha valaki más fogja hirdetni az igét, nem a megszokott. Ne lehessen ezt az Jézus kikerülni, úgy legyünk itt. Ne lehessen tőle menekülni, mert ő nélküle valóban mindenki árva. Na de nézzük Isten igéjét. Folytatjuk tehát a Lukács evangéliumának a magyarázatát, és a 6. fejezetet folytatjuk, a hegyi beszédet, a 37. verstől olvasom a fejezet végéig, tehát egy hosszabb igerész megint csak, tehát a 37. verstől, a 6. fejezet 37. versétől egészen a fejezet végéig. Figyeljünk oda, hallgassuk nagy alázattal és figyelemmel Istennek az igéjét. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik. Adjatok, és adatik nektek. Jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Példázatot is mondott nekik. A vak vezetheti-e a világtalant? Nem esnek-e mind a ketten verembe? A tanítvány nem feljebb való mesterénél, aki pedig teljesen felkészült, az lesz olyan, mint a mestere. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében, a saját szemedben pedig nem veszed észre a gerendát? Hogyan mondhatod atyád fiának, atyám fia, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a saját szemedben nem látod a gerendát? Képmutató, előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd a szálkát a te atyád fiának a szeméből. Nem jó fa az, amely rossz gyümölcsöt terem, és viszont nem rossz fa az, amely jó gyümölcsöt terem, mert minden fát a gyümölcséről lehet megismerni, hiszen tüskebokorról nem szednek fügét, csipkebokorról sem szüretelnek szőlőt. Az jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt, mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? Aki hozzám jön, és aki hallja a beszédeimet, és aki azok szerint cselekszik, megmutatom nektek, hogy kihez hasonló az az ember. Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki leásott, mérehatolt és a kősziklára alapozott. Amikor árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert jól volt megépítve. Aki pedig hallotta beszédeimet, de nem azok szerint cselekedett, az hasonló ahhoz az emberhez, aki alap nélkül a földre építette a házát. Beleütközött az áradat, és azonnal összeomlott a ház, és teljesen elpusztult. Beleütközött ebbe a házba az áradat, és azonnal összeomlott, és teljesen elpusztult. Kedveseim, lehet, hogy ijesztő ennek az igének a mennyisége, amit felolvastunk, mert már is arra gondoltok, hogy mennyit lehet erről prédikálni. Hát elmondom, legalább 5 prédikációt biztos el lehetne mondani, de hát haladnunk kell a Lukács evangéliumának a magyarázatával, hogyha be akarjuk fejezni még Jézus Krisztus visszajövetele előtt. Ugyanis jó hosszú ez az evangélium, kiadós tanítás. Így hát több mindent szeretnék ma elmondani, és imádságos szívvel legyünk, és figyeljünk oda, és értékeljük azt, amit Isten szeretne mondani nekünk. Néhány üzenetet akkor hadd adjak át ebből a nagyon-nagyon koncentrált, nagyon összefogott tanításból. Azt mondja, hogy Jézus is egy nagyon sokkal hosszabb prédikációt tartott ott annak az összesereglett népnek. Hallottunk az elmúlt héten erről, hogy azért nem kevesen voltak ott, körülötte, és Jézus tudott tömegeket vonzani. Tehát nem igaz az, hogy az evangélium az nem egy vonzó dolog, és az sem igaz, hogy Jézus maga korában nem volt népszerű, mert ő nagy tömegeket tudott vonzani. Olvastuk azt, hogy mindenféle tartományból, helyről oda sereglettek hozzá, és az nem volt egy egyszerű dolog.
Több kilométert kellett azért lekutyagolni, legyalogolni, nem úgy, hogy beültek az autóba, vagy a vonatra, vagy akármi. Legjobb esetben egy szamár hátára ülhettek fel, és bizony több kilométert tettek meg, voltak, akik 100 kilométerekről, 150 kilométerekről jöttek el, hogy aztán hallgassák Jézust. És akkor Jézus azt mondta, hogy ha már itt vagytok, és ilyen sokan vagytok itt, akkor nem fogok 5-15 perces prédikációt tartani, hanem akkor ma beszélgessük már ezekről a dolgokról, és bizonyára, hogy jó kiadósan elmondta dolgokat. A Máté evangéliumában olvassuk is egyébként ennek a hosszabb kivonatát ennek a prédikációnak, és akkor itt van egy rövidebb, tömörebb összefoglalása, részletezése, vagy összefoglalása annak, amit Jézus fontosnak tartott elmondani az övéinek. Azt is hallottuk ugye az elmúlt héten, ugye, hogy itt két világ áll szemben egymással. Az a világ, amelyiket a világ fejedelme próbál meg irányítani, amennyire azt az Isten megengedi neki, és ott van az a világ, ugye, amit ütközik ezzel a világgal, ami a Jézus Krisztus országa, az Istennek az országa, amiről ő maga mondotta, amikor megkérdezték ezt tőle, hogy miféle király vagy te, hol van a te országod, és akkor ő azt mondta, hogy hát én olyan király vagyok, akinek az országa nem ebből a világból való. De boldogok azok, akik ennek az országnak a törvényei szerint élnek, boldogok azok, akik a király, ennek a világnak, ennek az országnak a királyára hallgatnak, és neki engedelmeskednek, hát főleg azok a boldogok, akik neki engedelmeskednek, mert azok fogják tudni az életüket is odaszabni, ahhoz szabni, amit Jézus mond, és Jézus kér tőlük. Szóval az első alapgondolat, amit szeretnék megosztani veletek, amit Jézus Krisztus elmond, és ami tömören szerintem így foglalható össze, akinek megbocsátottak, az bocsásson meg. Akinek megbocsátottak, az bocsásson meg. És itt úgy kezdi ezt az egészet, hogy azt mondja, hogy ne ítéljetek és nem ítéltettek, ne károsztassatok és nem lesz károsztatásotok, bocsássatok meg, és nektek is megbocsátatik. Na, van egy nagy magyar bocsánat a szóért pogány életige, vagyis a nem keresztények életigéje, mert hogy minden ember szereti a Bibliát, főleg akkor, amikor kiragadhat belőle olyan mondatokat, ami neki tetszik. Ugye? És van egy ilyen, van néhány ilyen ige, és azok közé tartozik ez is, hogy ne ítélj. Na most ezt mindenki nagyon szereti idézni, hogy ne ítélj, mert ez benne van a Bibliában. Kérlek, testvér, ne ítélj. Mindenki szereti ezt hallani, főleg a nem keresztények is. Ezt ugyancsak számon szokták kérni rajtunk keresztényeken a nem keresztények, hogy ugyan már, meg van írva a Bibliában, vigyázzatok, hogy ne ítéljetek. Még az is ismeri ezt az igét, aki egyáltalán nem ismeri a Bibliát. És közben tudjátok, mit felejtünk el, vagy mit felejtenek el azok, akik emígyen szólnak? Azok azt felejtik el, hogy amikor kimondjuk azt, hogy hé, barátom, ne ítélj, akkor már mi magunk is ítélkeztünk, nem? Tehát akkor az is ítélet, nem? Megítélem a te ítélkezésedet. Tehát már ítélkezővé váltam. Na, de tegyük félre az élcelődést, mert nem ez a szándékom, és kérdezzük meg, hogy vajon miről is lehet itt szó? Mit akar a mi értésünkre hozni az Úr Jézus? Hát egyrészt azt, hogy az ítélkező, az alapvetően ítélkezése beállott élet, az nem jó. Az ítélkezése beállott magatartás az egy nem jó magatartás. Nem helyes, nem egészséges, nem biblikus, nem Isten szerint való. Aki úgy beül, bepöfeszkedik a bírói székbe, az egy egészségtelen ember. Tehát annak baj van a lelkével. És valószínű, hogy annak a legnagyobb baja önmagával van, mert éppen az az ember szeret a legjobban megítélni másokat, akinek magának is baja van önmagával. Ott visszaüt még a Szálka és Gerenda példázata is, amit Jézus majd mond. Hát nekem nagy bajom van önmagammal, éppen ezért hogy védekezem? Úgy védekezem, hogy elkezdek bajt keresni a másikban. Elkezdek kutakodni, és ugye megkeresni a másikban a problémát. Van egy ismerősöm, több ismerősöm is van, de közülük van egy, akivel ha leülök beszélgetni, és szóba jönnek az emberek, akkor ott baj van. Akkor ott nagy baj van. Mert még nem talált olyan embert ez az én drága barátom, ez az én ismerősöm, akiben ne kapna hibát. Esetleg csak engem. Mert hogy engem nem szokott szapulni,
a szemembe, gondolom. Lehet, hogy egyébként, amikor máser ül le beszélgetni, akkor én is szóba jöhetek. És van mit mondania rólam, minden bizonnyal. Tehát ez tény. Ezt nem vitatom. Tehát olyan az az én ismerősöm, aki, hogy nincs olyan ember, akiben ne kapna hibát. Kit ezért, kit azért ugye ítél meg, vagy ítél el, itt majd beszélgetünk ezekről az árnyalatokról, de nem igazán hallottam még tőle olyat, hogy bárki is megfelelne, hogy bárki is megütné számára a mércét. Nagyon, nagyon, nem, ő nem talál ilyen embert. Na, ő az erkölcsrendészetnek az egész szakosztálya így egyben, tudjátok. Ő a kákát bököző szaktekintély. Nagyon ért ehhez. És Jézus nagyon határozottan, drágáim, Jézus nagyon határozottan azt mondja, hogy kérlek, ne légy ilyen. Ne légy ilyen. Ez egy nagyon ártalmas élet, ez egy nagyon kártékony élet. Aki erre van beállva, az ítélkezése, hogy állandóan, nézlek, látlak, tudom, még azt is tudom, amit te nem tudsz, tehát azt is tudom, amit elkövettél, és amit el fogsz követni, és én elítélek téged. Na most mi az igazság? Az igazság az, hogy a Biblia tele van törvényekkel, ez az egyik igazság, a másik az, hogy a mi életünk tele van bűnökkel. A bűnösök együttélésében pedig van néhány krisztusi alapszabály, és ezeknek jó, hogyha megfelelünk, és jó, hogyha ezeket betartjuk. És ezek közül a legfontosabb, micsoda? Hogy a mi feladatunk az, hogy pozitívan fogalmazzak, hogy mi a mi feladatunk, és ne azzal kezdem, hogy mi nem a feladatunk. Mi a mi feladatunk? Az, hogy alázatos, imádságos, odafigyelő, igeszerű, könyörületes, kegyes és kedves módon kell megközelítenünk az embereket. Ezt elég megjegyezni is, nem csak csinálni, igaz? Tehát ugye, hogy odafigyelve, imádságos szívek, könyörületes módon kedvesen közelítsük meg az embereket, és amikor ítéletet kell mondanunk, akkor az semmiképpen se legyen elítélő, hanem az legyen, tudjátok milyen legyen? Az legyen megítélő. Mert szerintem különbség van a kettő között. Az elítélő magatartás és a megítélő magatartás között. Milyen a megítélő ítélet? A megítélő hozzáállás? Hát körülbelül ilyen, hogy oda megyek a barátomhoz, oda megyek az ismerősömhöz, és itt, tehát itt nagyon fontos tudni azt, hogy itt keresztényekről van szó. És azt mondom neki, figyelj, tudd meg, hogy amit tettél, az szerintem nem helyes. És úgy gondolom, hogy Isten nem ezt várja el tőled. Szerintem tévedtél, és helyre kellene hozni ezt a dolgot. Ezzel szemben az elítélő, az hogy hangzik? Hogy hangzik az elítélő? Biztos, hogy hallottatok már ilyet. Lehet, hogy mondtatok is, nem? A házasságokban nagyon szeretjük ezeket így pufogtatni. Ebben nagyon profik tudunk lenni. Ugye reménytelen eset vagy. Mondtál már ilyet? Reménytelen eset vagy. Nem is gondoljuk át, hogy milyen mély sebeket tud vágni egy ilyen mondat. Reménytelen eset vagy. Amikor szülő mondja esetleg a gyerekének, ilyen is el szokott dördülni, nem? Reménytelen eset vagy. Egy nulla vagy. Nálam befejezted. Ennyi volt. Javíthatatlan vagy. Nem érdemes rád erőt és időt pazarolni. Elegem van belőled. De ez nem csak megítél, nem csak szembesít téged a bűneiddel, a nyomorúságaiddal, miközben felvillantja előtted azért a megoldás lehetőségét, hanem ez teljesen leír téged, ez elítél. Ezt berakod a beskatujász, benyom téged az erkölcsi nullák közé, a szégyennek a legmélyére benyom téged, és azt mondja, hogy nincs esélyed. Ennyi volt. Nincs esélyed. És tudjátok, hogy ez az ítélet, ez a fajta ítélet, az elítélés, az egyáltalán nem a mi kezünkben van. Hanem kinek a kezében van? Kinek a kezében van az ítélet? Kinek? Nem hallom. Az Istennek a kezében van. Az Istennek a kezében, a szuverén Úrnak a kezében van.
nem nekem a kezemben, aki nem az én kezemben, aki ugyanolyan ítéletre méltó vagyok, mint te, akire ha ránéz az Isten, azt mondja, mi különbség van közted és közte, nem nagyon látom. Nem nagyon látom a különbséget. Esetleg az, hogy te ott piszkálgatod a szákát, és ott lóg a nagy gerenda a szemedben, már húzza le a fejedet? Hát esetleg ez. Jézus ezt mondja János 5-ben, hogy az atya nem is ítél senkit, hanem az ítéletet egészen kinek adta át? Az ítéletet egészen átadta a fiúnak. Vagyis ő a bíró. Ő az egyetlen, aki nem csak megítélhet, de el is ítélhet bennünket. Nos, a lényeg nem a keresztények döntik el, hogy ki megy a mennybe és ki megy a pokolba, hanem Isten dönti el ezeket a dolgokat. Ezeket a dolgokat Isten irányítja. Isten dönti el azt, hogy ki hova megy. Mi nem ítélünk el senkit, nem tehetjük. Amit tehetünk és amit tennünk kell, az micsoda? És itt kétfajta magatartás, kétfajta kategória van. Mi nekünk keresztényeknek viszonyulnunk kell a nem keresztény emberekhez, és viszonyulnunk kell a keresztényekhez is. Most a nem keresztények felé milyen viszonyulást vár el tőlünk Isten? Hát azt mondja, hogy a ti feladatotok megismertetni engem velük. Mert nagyon téves út az, amikor az én parancsolataimat akarjátok megismertetni velük előbb, mint sem engemet. Tehát a nem keresztény embernek először kivel kell találkoznia? Először Isten kegyelmével kell találkoznia. Először Jézus Krisztussal kell találkoznia. Vele kell megismertetnem a nem keresztény embert. Esetleg el lehet mondani, nyilván néven lehet levezni a bűnt, de soha nem szabad kihagyni Isten kegyelmét, Isten szeretetét is, azt, hogy én vagy te nem kerülhetem meg Jézust. Nem lehet megkerülni Jézust, hogyha ebből ki akarok lábalni. Mi nem egy receptet írunk elő, hogy ennek megtartása által vidd haza ezt a receptet és élj boldogul, nem? Nagyon sokan ezt várják el a vallástól, nagyon sokan ezt várják el a prédikációtól, na adjon már a tiszteletes úr nekünk egy receptet, vigyük haza, megfőzzük, megcsináljuk. De közben elfelejtjük, amit maga Jézus mondta, hogy nálam nélkül tehettek valamit. Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. És hogy lehet elvárni egy nem keresztény embertől, hogy olyan értékrend szerint gondolkozzon és éljen, amiben még nem hisz, aminek az értelmét még nem látja. Tehát feléjük mit kell elvinni? Hozzájuk mit kell elvinni? Megosztani kell velük Jézust, megosztani a Biblia igazságát. Elmondani nekik, hogy mit mond Jézus. És mindig azzal, általában azok szoktuk kezdeni, hogy lefikázunk, hogy na te nagy alkoholista, na te nagy parázna, na te nagy hazudozó, senki házi, hát szedd össze magadat, hát hogy szedje össze magát? Mikor tönkretette a bűn, hogy szedje össze magát, hogy az Isten kell, hogy összeszedje? De mi általában ezzel szoktuk kezdeni, a nagy ítélettel, a nagy letolással, miközben mit kellene mondani? Azt, hogy mit mond Jézus, nézd, testvér, barátom, lehet, hogy azt hiszed, hogy ez az út, de szerintem már nem is nagyon hiszed, hogy ez az út, mert már régóta vesztegel, zsákutcában vagy kátyúban jutottál, veremben van az életed, te tudod, de én egy dolgot tudok mondani, Jézus azt mondja, hogy én vagyok. Micsoda? Én vagyok az út. Jézus azt mondja, hogy én vagyok az igazság. Jézus azt mondja, hogy én vagyok az élet. És hogyha azt akarod, hogy életed legyen, akkor neked hozzá kell jönnöd. Nincs másképp életed. Nem törvényeket kell betartanod, szabályokat kell betartanod, hanem egyszerűen oda kell menjél Jézushoz. Ha azt akarod, hogy életed legyen, mert az, hogy én vagyok az élet. Ha azt akarod, hogy életed legyen, akkor menj oda Jézushoz. Nincs más lehetőséged. Tehát értitek, drágáim? Nem az én dolgom, hogy elkölcsrendrész legyek. Nem rám van ez bízva. Jézus azt mondta, ha kapcsolatban vagy velem, akkor velem maradsz. Ha nem vagy, akkor ezért nekem tartozol elszámolással. Tehát nem én vagyok a döntőbíró. Én nem döntöm el, hogy ki megy a mennybe, ki megy a pokolba, ki a kecske, ki a jó. Nem én döntöm el. Az én dolgom az, hogy mindenkit Jézus felé irányítsak. Vagyis ne legyünk negativista, másokat állandóan leszóló, elbátortalanító, kritikus erkölcsőszök, akik leszóljuk az embert, akik azt nagyon tudjuk, lángba borítjuk az embert. Esetleg, hogy felízítjük a lelkiismeretét, bűntudatát, de utána tovább visszük azt az embert. Elvisszük Jézusig.
vagy csak leszólni tudjuk, lehordani tudjuk, meg elítélni tudjuk, ugye? És ott hagyjuk utána a saját bűnének, és aztán lelkiismeret furdalásának, vagy nem tudom, ennek a mélységében, anélkül, hogy elmondtuk volna neki, hogy nézd már meg, hát neked Jézusra van szükséged. Neked Jézusra van szükséged, mert amíg nem találod meg őt, addig megpróbálod tele tömni magadat moslékkal. Amíg nem érzed, amíg nem harapsz rá az atyai házban kapható lakomára, arra hízott tulokra, amit ott vágnak le neked, addig moslékon fogsz élni, mert azt hiszed, hogy a moslék az egyetlen eledel, amit tehetsz. Hogy nincs annál jobb. És hogy várjam el, hogy te értékeld azt, amit az atyai házban kapsz, ha még nem kóstoltad? Ha még nem érezted és nem láttad meg, hogy jó az Úr, hogy szeret téged, hogy kéri a te bűnös életedet, ahogy az enyémet kérte, ahogy az enyémet megváltotta, hogy az enyémet megtalálta, úgy találhat meg téged is. Érted, hogy miért mondja Jézus, vigyázzatok ezzel az ítélkezéssel, ne ítéljetek, inkább ne tegyétek, mert nagy felelősség. Nagyon óvatosan bánjatok ezzel. Inkább mondjátok, nem keresztényeknek, mindenképpen mondjátok el, hogy kihez kell menni. És kinél található meg az élet. Nos, egy másik kategória az a keresztények kategóriája. Ugye, mert hogy mi közösségben élünk egymásra, és felelősek vagyunk egymásért. És az sem helyes, nem hiszem, hogy... Tehát nem szabad úgy értelmezni ezt az igét, hogy aztán nem kell, ez azt jelenti, hogy csit legyen, ne szólj bele a másik életében. Hogy ne figyelmeztesd a másikat. Hogy ne szeresd őt annyira, hogy odamész, amikor látod, hogy ott egyensúlyoz, lavírozik a szakadéknak a szélén, és már ott van, hogy beleesen. Hát melyik az az ember, aki nem szalad oda, és nem húzza vissza. Hát az az ember, aki nem szereti a társát annyira, hogy nem mindegy neki, hogy él vagy hal. Tehát a keresztényeknek felelősségük az, hogy a társaikat, a testvéreket, barátokat figyelmeztessék, hogy megítéljék, de nem elítéljék. Pál mondja az 1 Korintus 5.12-13-ban, mert mit tartozik rám, hogy a kívüllevők felett ítélkezzem? Azt mondja, nem, a kívüllevők felett nem ítélkezzetek. Nem a belüllevők felett ítélkeztek-e ti is? A kívüllevőket pedig Isten fogja megítélni. Vagyis nekem nem az a dolgom, hogy a nem keresztényeket ítéljem el. Ugye ott a Korintusban, akiknek írta ezt a levelet Pál, volt ott egy olyan ember is, aki együtt hált talán az apjának a feleségével, vagy szóval szörnyű dolgok voltak, vagy másik egy szélhámos volt, aki abból élt, hogy beperelte a társait, a testvéreit, és azt mondta, hogy hát nekem akkor nem is kell dolgoznom, ilyen pereskedésekből megélek. Nem, hogy kicsikarok belőlük ilyen-olyan dolgokat. Na most ezeket kell megítélni, ezeket kell megpirongatni, akik ott vannak bent a családban, és felelőtlen dolgokat csinálnak, rossz dolgokat csinálnak, a világiaktól nincs mit elvárnunk, a keresztényektől annál többet. A nem keresztényeknek nem illemtant, meg keresztény erkölcstant kell tanítani, hanem bemutatni nekik Jézust. Viszont a keresztényeknek el kell mondani nagy szeretettel, nem elítélve, de megítélve azt, hogy mi a probléma. És tudjátok, általában ez fordítva működik a mi közösségeinkben. Valljuk meg őszintén. Általában azt történik, hogy előszeretettel fikázzuk, bocsánat a szóért, előszeretettel elítéljük, előszeretettel beszélünk nem keresztényekről és az ő hatalmas nagy bűneikről, igaz? Miközben futni hagyjuk azokat, akik már keresztények, és élik a maguk életét, és követik el a bűnöket és a tévedéseket. Na most, a kérdés az, hogy tudunk-e biblikusan odalépni a másikhoz, nagy szeretettel, és figyelmeztetni őt a bűnére, nyomorúságára. Érzünk-e ekkora felelősséget egymás iránt? Ennek nincsen igazán kultúrája a mi közösségeinkben. Az elszámoltathatóság, maga az, hogy én megkérjek valakit, hogy testvér, ha látsz bennem valamit, ami nem jó, ami félrevisz engem,
ami szégyent hoz az Istenre, ami szégyent hoz a közösségre, akkor kérlek, szólj nekem, mert lehet, hogy megvakulok, lehet, hogy nem látok, akkor gyere, szólj, figyelmeztes, mondd el nekem. Nagyon sokan vallják azt az elvet, hogy ne szólj szám, nem fáj fejem. És nagyon sokan vallják ezt, igen, nem ítélek, hogy engem se ítéljenek, igaz? Azért, mert amíg nem ítélek, amíg én nem szólok neked, addig te se szólj nekem. Addig te se szólj nekem. Olyan ezt várja el tőlünk az Isten? Olyan ezt kéri tőlünk az Isten? Hát nem, egyáltalán nem. Köszöntjük szeretettel a kedves vendégek, foglaljanak helyet. Örülünk, hogy itt vannak. Na most, én nagyon szeretnélek benne, én már kértem testvéreket arra, ima közösségén is mondom nekik, ha láttok bennem valamit, szeressetek engem annyira, hogy mondjátok el nekem, hogy mi a baj. Még akkor is, hogyha lehet, hogy abban a pillanatban nem jó fogadom. Megtörténhet. De mondjátok el nekem szeretettel, hogy mi a baj velem. Mert én szeretnék gyógyulni, szeretnék jó életet élni, és sokszor megvakulok a saját bűneim számára. Mi az alapelv ebben a dologban? Az alapelv az, drágáim, hogy ítélj meg, és aztán bocsáss meg. Mi általában ezt a haladványt szoktuk érvényesíteni, hogy megítélek, és aztán meg elítélek. Tehát fokozzuk. Nem. Azt mondja Jézus, hogy ítéld meg, ítélj meg, de bocsáss meg. Mert azt mondja, bocsássatok meg. Bocsássatok meg. Mert nektek is megbocsátottak. Mert Isten is megítél engem. Isten elmondja nekem a bűneimet. Néven nevezi a bűneimet, de azt mondja, hogy én szeretlek téged. Én nagyon szeretlek téged. Bűnös vagy, nyomorult vagy. Ennyi és ennyi dolgot követtél el. Szembesít engem a nyomorúságaimmal, a bűneimmel. De nem mondja utána soha, hogy te egy reménytelen eset vagy. Hogy te egy nulla vagy. Kár veled foglalkozni, hanem azt mondja, hogy tudod mit? Én szeretlek téged. És akkora esélyed van arra, hogy megváltozzon az életed, ha hozzám jössz. Na most mi ezt tudjuk alkalmazni? A magunk életére, a közösségünk életére tudunk-e ilyen testvérek lenni egymás számára? Hogy ezek az elítélő, ugye ez belemegy a pletykába aztán, hogy a háta mögött, ugye, az elítélésnek egyik jelensége az, hogy nem is mondjuk a szemébe a másiknak. Távol létében mondjuk ki az ítéletet. Van ilyen jogi fogalom is, nem? Hogy távol létében kimondják az ítéletet fölötte. Ott sincs, de már elítélték 150 évre. Aztán majd, amikor elfogják, becsukják a börtönbe. Na most, persze lehet, hogy azt mondják sokan, hogy de tiszteletes úr, azért a... Jó, hogy elé megítéljük, aztán bocsássunk meg. Itt egy kicsit sántít a dolog, hát a megbocsátás. A megbocsátás az nem jóváhagyása a bűnnek? Nem azt jelenti, hogy oké, rendben van, megbocsátok, akkor jóváhagyom a bűnödet? Nem. Nem, a megbocsátás nem hagyja jóvá a bűnt. Miért hagyná jóvá? A megbocsátás csupán lehetőséget ad a bűn helyrehozására. Nem zárja el a lehetőséget. Persze sokan azt várják el, hogy ítélet nélkül, megítélés nélkül csak bocsássunk meg. Nem, ki kell mondani a bűnt, hogy te vagy az az ember, aki elkövetted ezt a bűnt. Te csináltad ezt. De utána azt kell mondani, hogy megbocsátok. Persze azt is szoktuk mondani, hogy megbocsátok, hogyha bocsátot kér. Miért? A megbocsátáshoz nem kell két ember. A megbocsátáshoz csak egy ember kell. Te. Hogy megbocsássa másiknak. A megbékéléshez ahhoz két ember kell valóban. A megbékéléshez két ember kell. De a megbocsátáshoz elég vagy te. Hogyha te arra kérdezz, Urat, hogy tényleg tisztítsd meg a szívemet minden gyűlölettől és haragtól, és engedd meg, hogy meg tudjak bocsátani, akkor ez működni fog. Tehát alapelv, ne felejtsd el, ítélj meg és bocsáss meg. Na most ez az első dolog, amire figyelmeztetni szerette bennünket az Isten, az Úr Jézus. Aztán a második dolog, azok, akik kapnak, azok adjanak. Mondanátok, hogy jó hangzik ez egy box mérkőzésen, nem? Hogy akik kapnak, azok adjanak is, nem? Tehát ezt szeretjük is.
De nem erre gondol az Úr Jézus, hogyha, erről már beszéltünk a múlt héten, hogy nem arra gondol, hogy ha kapsz egy pofot a másiktól, azt meg add is vissza. Nem erről beszél az Úr Jézus. Azt mondja, hogy adjatok és adatik nektek. Jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul néktek. Megjegyezted? Ha Isten megbocsátott, akkor bocsáss meg. Hallottuk. Ha Isten adott, akkor adj te is. És itt tudjátok, hogy miben vezet be bennünket az Úr Jézus? Bevezet bennünket a nagy lelkűség, a bőkezűség teológiájába. Ez nem annyira ismert keresztény körökben, nem szeretünk erről annyira beszélni, a nagy lelkűségnek a teológiájába, a bőkezűségnek a teológiájába, sokkal inkább a bőség teológiájáról, arról szeretünk beszélni. Egyébként van is két véglet a mai teológiai gondolkodásban, az egyik ez a bőség teológiája, a siker teológiája, és ezek szerint Isten egy olyan, jó, biztos nem ismeritek ezt a játékot, ezt az amerikaiak szokták csinálni, azt hiszem, hogy úgy hívják, hogy pinyáta, tehát, hogy van egy ilyen, készítenek egy ilyen, nekem a fiatalok készítettek az egyik születésnapomra, nagyon muris voltam, gondoltam is a szemléltetésként így meg fogom csinálni megint, itt köztetek, hogy néz ez ki. Tehát egy ilyen, készítettek egy ilyen nagy fejet, és azt tele tömték cukorkával, édességgel, mindenfélével. És felfüggesztették valahol kint. És a dolog lényeg az volt, hogy bekötötték a szememet, és adtak a kezembe egy nagy botot, és akkor azt mondták, hogy tiszteltes úr, tessék vagdosni. Jobbra-balra, a lényeg az, hogy itt megpörgettek ide-oda, és akkor azt mondták, az a lényeg, hogy kapjam el azt a felfüggesztett fejet, ami tele volt tömve, hát egy ilyen papírra volt kibélelve, és az volt a lényeg, hogy elkapjam, és szétverjem, és akkor kihújjon belőle az édesség. Persze nagyon muris volt, jót nevettek rajta, hát miért is ne, milyen muris a pap, amikor ott bekötött szemmel vagdalkozik, és na hát nyilván végül sikeres voltam, és szétvertem ezt a fejecskét, az édességet. Na most így gondolkozunk mi Istenről is. Hogy Isten ez a kiaggatott édességes dobozka, ugye? A mi adakozásunk, nagy lelkűségünk, az pedig az a bot, amivel ott csapkodunk, ugye? Hát odavágunk neki, vagyis adunk egy kis pénzt, ugye? Jöttünk az adományainkkal, jöttünk a tizedünkkel, bárcsak jönnénk, ugye? Jöttünk a persejpénzünkkel, ezzel odavágtunk az Istennek, és utána pedig mi elvárjuk, hogy Isten pedig ezért bennünket megjutalmazzon. Tehát, ha imádkozom, ha adakozom, akkor Isten megáld és gazdaggá fog tenni. Vagyis oda csapok neki, és alufelni is autók fognak lepotyogni a mennyeknek az országából, nem? Tehát a mai kereszténységnek egy része hisz ebben a siker teológiájában, hogyha minél nagyobb a hited, annál gazdagabb ember leszel. Annál vastagabb lesz a pénztárcád, annál nagyobb lesz a pénztárcád, vagy annál vastagabb lesz vagy annál nagyobb pénzösszeg lesz a bankszámládon. Na most, ez egy nagyon hamis teológia, nagyon hamis tanítás, és ez nem más, mint bálványimádás. Mert itt nem Isten a fontos, nem Istenre van szükségem, hanem az ő áldásaira, hanem az ő ajándékaira van szükségem. Azért adok, hogy nekem adjon aztán kinek mit? Egészséget? Alufelnis autót? Éppenséggel? Vagy még több pénzt adjon? Mindenkinek megvannak a maga kívánságai. Rengetegen járnak ezért templomba. Rengetegen adakoznak ezért. És utána jön a nagy csalódás. Tudd meg, Jézus, csalódtam benned. Mert nem adtad meg ezt, nem adtad meg azt, nem gyógyítottad meg a gyermekemet, az anyámat, az apámat, nem adtad meg az autót, nem adtad meg ezt a leányt, pedig milyen szép és mennyire szerettem, nem adtad meg ezt a fiút. Ugye? Nem volt szép, de ez volt, de azt se adtad meg. Uram, ez így nem jó volt. Na most ez a bőség teológiája. A másik véglet pedig a szegénységnek a teológiája. Vannak ilyenek is, akik azt mondják, hogy én hívő ember vagyok, ezért nem kell dolgoznak. Persze az igaz, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Ugye? Én hívő vagyok. Én hívő ember vagyok, én nem kell dolgozok, majd az Úr ad. Így van? Én hívő vagyok, én nem kell készüljek a prédikációimra, majd feljövök a szószékre, és majd a Szentlélek megadja, hogy mit szóljak.
Ilyenkor azt szoktam mondani a Szentlélek, hogy mit szokott mondani? Nem készültél. Figyelj, nem készültél. Azt szoktam mondani. És azt mondja ezeknek a naplopóknak, akik így várják el, hívő vagyok, hát az Isten majd ad nekem, amennyi kell, azt fogja mondani az Isten, hogy nem dolgoztál. Tehát ne is egyél. Nem dolgoztál, ne is egyél. Nincs szükség kifizetni a villanyszámlát, nincs szükség eltartani a családot, nem kell örökséget hagynom a gyerekekre, ezek a dolgok olyan világiak. Tehát én nem szerzek pénzt, nem vagyok bőkezű sem, mert hát én minimálon élek. Hát én minimálon élek, akkor minimálisan adok. Miért? Mert úgy gondolom, hogy minél szegényebb vagyok, annál szentebb is vagyok. Nem igaz. A szentség nem függ össze az anyagi helyzetünkkel. Persze mondott ilyet Jézus, hogy nehéz a gazdagnak az Isten országába bejutni, mert elveheti az eszét a gazdagsága, de ugyanígy nehéz a szegénynek is. Annak is elveheti az eszét a szegénysége, ha nem Istenben bízik. Na most, hogyha biblikusak akarunk maradni, ha Isten útján akarunk járni, akkor egyik szemléletet sem támogathatjuk. Ami mellett viszont pálcát törünk, az a becsületes, okos és kemény munka. A javak megbecsülése. A javak megtakarítása, ahogy a példabeszédek mondja, aki keze munkájával gyűjt, az ami történik? Az gyarapodik. Nem aki susztával, meg csalással, hanem aki az ő keze tisztességes munkájával gyűjt, az az ember gyarapodik. Tehát én hogy kell önmagamat lássam? Önmagamat úgy kell lássam elsősorban, mint egy bőkezű sáfár. Aki mindenével az Úrhoz tartozik, a sáfár az csak egy ügyintéző. Arra rá vannak bízva a javak. Tehát hogy kell látnom magamat? Úgyhogy mindenem, amim van, az kié? Az enyém? Az enyém, amim van? Nem. Mindenem, amim van, az Istené. És én tudom azt, hogy nagyon sokan vannak, akik elfogadják ezt elméletileg. De olyan kevesen vannak azok, akik gyakorlatilag ezt megélik. Igen, tudjuk, tiszteletes Úr, mindenünk az Úré. És akkor úgy vagyunk, mint a rabbi, hogy majd feldobjuk az Úrnak, azt vegye el, amit ő akar, nem igaz? A többi meg a miénk. Mindenünk az Úré. Tehát úgy adakozom, mint akinek mindene az Úré. Vagyis én csak sáfár vagyok. Azért vagyunk, hogy továbbadjuk, hogy elosszuk, oly módon, hogy az Urat dicsőítse és másokkal segítsen. És mit mondanak erre a legtöbben? Azt mondják a legtöbben, hogy ó nem, én mindezért keményen megdolgoztam. Én tapostam ki az utamat a világban. És én erre azt mondanám, Isten nekünk adta ezt az egész világot. Miközben az egész világ az övé. Érzitek, hogy milyen bőkező az Isten? Hogy ő nekünk adta az egész világot. Miközben ez az övé. Ő egy nagyon nagylelkű adakozó. Ő adott nekünk életet, lehelletet, ő adott értelmet, képességeket, képzettséget, még a munkahelyünket is tőle kaptuk. Ráadásul tőle kaptuk a megváltást, értünk adta oda az egyszülött fiát. A Szentlélek az egy nagy ajándék, a hitünk egy ajándék, a lelki ajándékaink is ajándékok. A gyülekezeti közösségünk, a Bibliánk, az Isten népe és a ránk váró mennyei örökség. Az is mind Istennek az ajándéka. Hát, hogyha nekünk egy ilyen bőkezű, nagy lelkű Istenünk van, hogy lehetünk mi szűkmarkúak? Tehát nem így kell feltenni a kérdést, drágáim, hogy Uram, mennyi pénzemet kell neked odaadnom, hanem tudjátok, hogy kell feltenni a kérdést, hogy mennyit tarthatok én meg a te pénzedből, Uram? Mennyit tarthatok én meg a te pénzedből? Nem, hogy mennyit kell odaadnom neked az enyémből, hanem mennyit tarthatok én meg a tiédből. Vajon ezzel hogy állunk, drágáim? És tudjátok, hogy az az igazság, és ez nem a bőség teológiája, de az az igazság, hogyha jól forgatom a pénzt, az anyagiakat, a lelki ajándékaimat, bármi, amit van, ha jól forgatom, tehát nem a magam hasznára csupán, hanem a mások hasznára, az Isten dicsőségére, akkor Isten adni fog még. Mert azt mondja, hogy jó van te, jó sáfár vagy. Neked adtam ennyi talentumot, nem ástad el, használtad.
akkor én még adni fogok. És azoknak az embereknek az életét valóban megáldja az Isten. Nem azért, hogy megemelje a színvonalú, az élet színvonalukat, hanem tudjátok, hogy miért? Azért, hogy megemelje az adakozási színvonalukat. Nem azért ad neked többet az Isten, hogy a saját élet színvonaladat növeld, hanem azért ad neked az Isten többet esetleg, hogy az adakozási színvonalad növekedjen. A harmadik gondolat. Így olvasuk az igében. A vak vezetheti-e a világtalant? Nem esnek-e mind a ketten verembe? A tanítvány nem feljebb való a mesterénél, aki pedig teljesen felkészült, az lesz olyan, mint a mestere. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében, a saját szemedben pedig nem veszed észre a gerendát? Hogyan mondhatod atyád fiának, atyám fia, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a saját szemedben nem látod a gerendát? Képmutató, előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd a szálkát atyád fia szeméből. Tehát a harmadik gondolat az az, hogy az vezessen, aki vezethető, és nem akárki által. Ne a vak vezesse a világtalant. Csak az vezessen, aki önmaga is vezethető. Na most valamennyien vezetők vagyunk. Lehet, hogy itt fellélegeztetek, és azt mondtátok, na jó, akkor ez nem rólam szól, mert a tiszteletes úr mondjuk vezető, meg vannak itt szépen ide vannak ülve, az elsősorban presbitereink, ők is vezető funkcióval bírnak. Na akkor most tessék mondani, mert ez nem nekünk szól. Mindannyian vezetők vagyunk valamilyen szinten. Apaként, anyaként, munkavezetőként, tanítóként, tanárként, akár presbiterként, nagymamaként, nagypapaként, mindenki tanít valakit. Tehát ne felejtsd el, mindenki hatással van valakire. Tehát a te életed biztos, hogy hatással van valaki másnak az életére. És nem mindegy, hogy milyen hatással vagy a másikra. Jézus itt azt mondja, hogy mi mindannyian képmutató vak vezetők vagyunk. Ráadásul olyan vak vezetők, akik vakok a saját vakságuk meglátására. Vakok arra, hogy meglássák, hogy ők milyen vakok. És tudjátok, hogy mi a megoldás? Az a megoldás, hogy kezeld a saját vakságodat először. Még mielőtt a másik vakságával foglalkoznál, itt van a szálka és a gerenda, ugye példázata, még mielőtt kikaparnád a másiknak a szeméből a szálkát, lehet, hogy a szemét is kikaparod vele, de mielőtt kikaparnád a másik szeméből a szálkát, azelőtt foglalkozz már azzal a gerendával, ami ott van a szemedben, és ami miatt nem látsz. Tehát ahhoz, hogy gyógyíts, ahhoz előbb neked kell meggyógyulnod. Ahhoz, hogy bölcsességeket mondja, ahhoz neked kell előbb bölcsnek lenned. És mi olyan szépen mondjuk a magunk okosságait másoknak, miközben mi ezt még nem tanultuk meg. És sokszor tényleg joggal mondják lehet a gyerekeink is, hogy te mondod. Hát te mondod. Te várod ezt el tőlem? Te várod ezt el tőlem? És veled mi van? És valóban egy nagyon nagy kérdés, és nagy felelősség, drágáim. És éppen ezért nagyon-nagyon kell vigyáznunk arra, hogy valóban nekünk olyan vezetőink legyenek, ha mi is vezetők vagyunk, akik nem vakok, akik nem világtalanok. Mert hogyha én elmegyek, mit tudom én, Budapestre, meg akarom nézni a várost, és nem ismerem Budapestet, és kérek egy idegen vezetőt Budapest bemutatása, és akkor megjön a idegen vezető, látom egy fehér bottal. El fog engem vinni, és megmutatja, hogy megláthatja vele, megmutatja nekem a városnak a látványosságait. Azt mondom, hogy köszönöm szépen, én nem nagyon bízom ebben az emberben, aki önmaga is vak. Kire bízom az életemet? Nagyon, ki az én mesterem, ki az én vezetőm? Mert a tanítványok, tudjátok, a mesterükre szoktak hasonlítani. Te kire hallgatsz? Ki a te mestered? Tele van a világ szennyel. Ki mutatja meg neked az életnek az értelmét? Ki igazít el, ki láttat meg veled dolgokat? Tele van a világ szennyel, és sokkal inkább hallgatunk a horoszkópra, vagy az éppen menő popsztárokra, nem igaz? Akiknek sokkal gubancosabb az élete, mint a miénk, és nem tudnak kikecmeregni a saját nyavajáikból, de mi őket idealizáljuk, nem?
Azokra, akik hamis módon megnyugtatnak bennünket, hogy jól van az úgy, ahogy van, azokra is sokkal inkább hallgatunk, vagy éppen az aktuális szappanoperára hallgatunk, ahol Juanitának már a 47. házassága, boldog házassága bomlik fel. Nem? Nem tudom, hogy az aktuális szappanoperák aktuális szereplői kicsodák. De inkább hallgatunk ezekre. Inkább nézzük ezeket. Inkább figyelünk oda ezekre a dolgokra, mint kire? Jézus Krisztusra, aki meg tudja nyitni a szemünket. De hát mi látunk, tiszteletes Úr. Tényleg? Biztosak vagytok benne, hogy láttok? De nemrégiben találkoztam az egyik drága barátommal, kollégámmal, aki zöld, bocsánat, nem akarok hazudni, vagy butaságot mondani, de most mondok egyet, talán zöld hályoggal született, de lehet, hogy nem, lehet, hogy szürkével, mindegy, valamilyen hályoggal született a szemén. Úgy született meg, és most már majdnem 40 éves, sőt már azt hiszem van 40 éves is, és most jutott oda, hogy megműtötték a szemét. Mert azt mondták az orvosok, hogy most már megvan az a technológia, meg lehet oldani azt, hogy megműtsék a szemét. Ez az ember nem volt teljesen vak, csak nagyon-nagyon gyenge volt a látása. És ő mesélte el nekem, hogy amikor levették a kötést a szeméről, amikor a műtét után levették a kötést a szeméről, és ez egy tökéletesen sikeres műtét volt, akkor egy olyan elképesztő élményben volt része, amit ő soha nem tapasztalt. Akkor értette meg, hogy mit jelent látni. Olyan sok érte egyébként az agyát is, azt mondta, hogy két hét után, mivel az agy nem győzte benyelni ezt a sok információt, ami a szemen keresztül áradt befele, hogy elkezdett beteg lenni, folyni kezdett az orrán a vér, mert az agyat megterhelte ez a hatalmas információ. Megnyílt a szeme, hogy nem tudjuk elképzelni, amíg Jézus nem nyitja meg a szemünket, hogy mit jelent látni, hogy mit jelent igazán látni az életnek az értelmét, a lényegét. Nem lehet ezt elképzelni, és ezt Isten tudja elvégezni csak rajtunk. Tehát nagyon fontos az, drágáim, hogy megnyíljon a mi szemünk és lássunk. És ezt el lehet kérni az Istentől, hogy Uram, nyisd meg a szemem, hogy lássak. Jó, két dolgot mondok még, jó, röviden fogom mondani. Amilyen a fa, olyan a gyümölcs, azt mondja Jézus. Az igében figyeltetek rá? Nem jó fa az, amely rossz gyümölcsöt terem, viszont nem rossz fa az, amely jó gyümölcsöt terem. Mert minden fát a gyümölcséről lehet megismerni, hiszen tüskebokorról nem szednek fügét, csipkebokorról sem születelnek szőlőt, kökéről nem szednek szilvát. Lehet, hogy kézben sokan szeretnének mindenről szilvát szedni, főleg akik a pálinkát szeretik, de nem lehet. Mert a kökén bokorhoz nem fogsz róla a szilvát szedni. Úgy van? Nem tudsz, mert az kökény. És az nem szilva. Van kökény szilva is, de ez, én csak a kökényről beszélek. A kökény. Arról nem szed szilvát, vagy körtét, vagy almát. Úgy van? Mit akar itt mondani Jézus? Hadd leplezzek le, drágáim, egy kulturális mitoszt. Az a kulturális mitosz úgy hangzik, hogy mi mindannyian jó emberek vagyunk. Hallottad már ezt? Ne kérdezhetem tőletek, ti jó emberek vagytok? Tiszteletes, milyen kérdés ez? Hát persze, hogy jó emberek vagyunk. Mi mindannyian jó emberek vagyunk. De és akkor mi van azzal, hogy a múlt héten akkorát káromkodtál, vagy az asszonnyal úgy vitatkoztál, hogy majd kiszedtétek egymás szemét, pedig szeretitek egymást, és te jó ember vagy, nem? Jaj, hát igen, van ilyen is. Tehát mondom, én alapvetően jó ember vagyok, tiszteletes úr, de néha teszek csúnya dolgokat is. Tényleg? Nem inkább fordítva, hogy alapvetően rossz ember vagy, aki néha teszel bizonyos jó dolgokat? Most és mi elhisszük magunkról, hogy jók vagyunk. Tegnap beszélgetek a vendégeimmel, a gyerekeim nagyon benne vannak ebben az X-faktorban, most a gyerekeim, a lányom, mert a fiam még nem tudja értékelni, és közben megy ott az X-faktor, és hát valamilyen félig le volt húzva a hangerő, de még így is átjött némelyeknek a csodálatos hamis éneklése. És vannak több ezren, értitek? És tudjátok, ami a legmegdöbbentőbb? Hogy azok oda, akik ott megjelennek, és oda állnak a világ elé, és közvetíti őket a tévé, azok mind azt hiszik, hogy ők jók. Tehát hiszik, komolyan. És mikor szétröhögik magukat a bírák,
meg már fetreng a közönség, de ő mindig, még mindig rázza magát. Már hang se jön ki rajta, de még mindig azt hiszi, hogy énekel. És azt hiszi, hogy jó. Nem így vagyunk sokszor mi is, drágáim. Hogy már mindenki látja, hogy mit csinálunk. Már mindenki látja, hogy ez egy idióta szerencsétlen. De még mindig azt hiszük, hogy jók vagyunk. Hogy mi van, bennünk van az X. Dehogy van bennünk. Nincsen. Mi olyan rosszak vagyunk, hogy olyan rosszak vagyunk, hogy rólunk nem lehet jó gyümölcsöt szedni. Csak akkor, hogyha beoltanak bennünket valami nemesbe. Akkor majd lehet esetleg szilvát szedni rólunk, nem? De azt be kell oltani bennünket egy nemesbe. Ha nem Jézusba oltatik az életünk, akkor nincs bennünk semmi jóság. Semmi jóság. A mi szívünk nem képes dobogni Isten nélkül. A mi szívünk kőszív. Azt mondja az Ezékiel könyvében az ige, hogy én ki kell cseréljem a ti szíveteket. Ki kell cseréljem a ti szíveteket, az az egyetlen lehetőségetek. Bennetek nincsen jóság. Csak akkor, hogyha Isten elvégez rajtam egy szívátültetést. Ha kicseréli az én szívemet. És végül, kedveseim, hadd olvassuk a legutolsó részét ennek az igének. Aki hozzám jön, hallja a beszédeimét, és azok szerint cselekszik, megmutatom nektek, mihez hasonló, vagy kihez hasonló. Hasonló ahhoz a házépítő ember ez, aki leásott, mélyrehatolt, és a kősziklára alapozott. Amikor árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert jól volt megépítve. Aki pedig hallotta a beszédeimet, de nem azok szerint cselekedett, az hasonló ahhoz az emberhez, aki alap nélkül a földre építette a házát. Beleütközött az áradat, és azonnal összeomlott a ház, és teljesen elpusztult. Mi a megoldás, kedveseim? A megoldás az, hogy itt van Jézus, akit nem lehet megkerülni, akit nem lehet kikerülni, akitől nem lehet menekülni. És itt van Jézus, és azt mondja, hogy én mondok nektek valamit. Az, amit mondok, az az igazság. Nektek pedig két dolgotok van. Az egyik, hogy halljátok meg, a másik pedig az, hogy cselekedjétek meg. Mert nem elég csak azt mondani, itt mondta az előző versben, azt mondja, hogy miért mondjátok nekem, hogy Uram, Uram, miért mondjátok nekem, hogy Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? Vagyis miért hívtak Úrnak engem, és nem teszitek, amit én mondok? Te vagy a király, te vagy a főnök, te vagy a Mesiás, neked mindig igazad van, tökéletes vagy, de nem értek veled egyet. Akkor van értelme azt mondani az Úr Jézusról, hogy te vagy a főnök, te vagy a király? Hát akinek tökéletesen igaza van, annak engedelmeskedni szoktad. Na most egy lelkészhez előfordul, hogy eljönnek emberek lelkigondozói beszélgetése. Nagyon ritkán szokott megesni. Általában olyankor, amikor én hívok embereket lelkigondozói beszélgetésre. De megtörténik az, hogy jön valaki lelkigondozói beszélgetésre. Tudjátok, minden lelkigondozói beszélgetést nagyon könnyű lefolytatni, nagyon könnyű lenne lefolytatni, hogyha valóban a lényegre koncentrálnánk, mert három kérdést kell feltenni minden lelkigondozói beszélgetésen. Az egyik, mi a probléma? Egyik, mi a probléma? A másik kérdés az, hogy mit mond Isten? És a harmadik kérdés az, hogy te megteszed ezt? Eljön egy lánya a lelkészéhez, és azt mondja, hogy megkérdezi a lelkészé, mi a probléma? Hát az a probléma, hogy van egy hitetlen barátom. Nagyon szeretem, nagyon vagány srác, már együtt is élünk. Na most mi az Isten akarata szerinted? Megkérdezi a lelkész ezt a hívő leánkát. Kínos hallgatás. És utána az a hívő lelk azt mondja, hogy hát az Isten akarata minden bizonnyal az, hogy hagyjam ott, hogy szakítsam meg vele a barátságot, mert hitetlen, nem jó fele másigában lenni hitetlenekkel. Ez a megoldás. És itt jön a harmadik kérdés, azt kérdezi tőle a lelkész, És akkor te mit teszel?
És akkor erre azt mondja a leány, hát imádkozni fogok érte, hogy térjen meg, legyen hívő. Tehát itt két probléma lehet. Alapvetően az egyik az, amikor nem tudjuk, hogy mi az igazság, hogy mi az Isten akarata, és az abból fakad, hogy nem olvasuk a Bibliát, nem figyelünk oda az ige hirdetésekre, tehát zárt életünk van, nem hallgatjuk Isten beszédét. De van olyan, amikor már tudjuk, hogy mi az Isten akarata, tudjuk, hogy mit mond az Isten, akkor meg mival van baj? Akkor meg az engedelmességgel van baj. Hogy tudjuk, hogy mit akar az Isten, csak nem tesszük meg. Jézus pedig azt mondja, hogy tudod, te ha te hallod az én beszédemet, és nem cselekszed meg, akkor egy elveszett ember vagy. Mert akkor nem vagyok ott az életedben. És ha nem vagyok ott az életedben, akkor nincs alapja az életednek. És ha nincs alapja az életednek, akkor tudod, mi fog történni? Akkor hozzámész ez a hitetlen fiúhoz, és ki fog derülni, hogy a házasság egy pokol. Mert nem tudtok kétfele menni, kétfele húzni. És kiderül, hogy nem bírod. És tönkre fog menni az életed. Tehát, hogyha te nem figyelsz oda az Istenre, hogyha ti kihagyod az Istent a döntéseidből, akkor az életed alap nélküli élet. Akkor nincs értelme az életednek lényegében. És hadd mondjam ezt el, drágáim, hogy ez a legfontosabb dolog. Lehet, hogy felejtsétek el, amit eddig mondtam, bár elég hosszan mondtam. A legfontosabb dolog, hogy Isten elhelyezett számunkra egy alapot. Azt mondja az Ézsaiás könyvében, ezt olvastam a héten, ezért így szól az Úristen, imé Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegelet követ, erős alappal. Aki benne hisz, az nem fut. Vagyis Isten azt mondja ma, hogy ide helyeztem nektek azt a Jézust, akiről a fiatalok is énekeltek, akiről azt mondták, hogy nem lehet téged kikerülni. Bele lehet botlani, összetöröd magad rajta, aztán mondasz egyet, de akkor se lehet kikerülni. Jézus nem lehet kikerülni. És Isten elhelyezte ezt az alapot az életünk számára. És aki hisz ő benne, az nem fut el. Az nem fut senki máshoz. Mert az azt fogja mondani, amit a tanítványok, hogy ugyan hova mehetnénk, hova futhatnánk. Hiszen nálad van az örök életnek a beszéde. Mi itt akarunk maradni ezen az alapon. Erre akarjuk építeni az életünket, mert a viharok jönni fognak. Jönni fognak az élet viharai. Nagy viharok fognak jönni. Mindenkinek az életében jön a vihar. És csak az a ház áll meg, csak az az élet marad meg, akit erre a szegeletkőre, Jézus Krisztusra építettek. Én kívánom, hogy mindegyikünk élete erre a szegeletkőre épüljön, hogy ő cserélje ki a szívünket, az indulatainkat, ő nyissa meg a szemünket, ő mutassa meg nekünk az utat, ő ítéljen el bennünket, és ő mentsen meg, ő váltson meg bennünket. Mert ő azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám, akik megvagytok fáradva, és megvagytok terhelve, mert én megnyugvást adok nektek. Jöjjetek én hozzám azok, akiket a boldogság keresése tett boldogtalanná, és nagyon fáradtá. És én boldoggá teszlek benneteket. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Urunk, árulunk és magasztalunk téged a te nagy kegyelmedért, csodáidért, szeretetedért, azért, hogy önmagadhoz hívsz bennünket, hogy nem egy szabályrendszerbe akarsz beépíteni bennünket elsősorban, hanem a veled való közösségbe. És akkor, hogyha a veled való közösség felépül és létrejön, akkor az életünkben is helyreállnak a dolgok. Köszönjük, hogy figyelmeztetsz bennünket, hogy tanítani akarsz bennünket, és köszönjük, hogy mindennek a lényege az, hogy te vagy az egyetlen, aki az Úr Jézusban elhelyezted a szegeletkövet, és ez az Úr Jézus az egyetlen, akire épülhet az életünk, és akire ha épül az életünk, akkor boldogok lehetünk, akkor biztonságban van az életünk, mert hiszen a legboldogabb élet az a biztonságban élő élet. Az az élet, amelyik biztonságban érzi magát. És Urunk, köszönjük ezt neked, ezt a biztonságot, amit te biztosítasz számunkra. És köszönjük neked a te útmutatásodat, amivel támogatni akarsz bennünket, a te gyakorlati tanácsaidat is, amivel elláttál bennünket a mai napon.
Köszönjük a türelmet is, amit kaptunk tőled, hogy végighallgassuk az ige hirdetést, a te üzenetedet, és arra kérünk még, hogy áld meg nagyon a mi további közösségünket, ezt a keresztelést is, amire készülünk. Csak is a te kegyelmes karjaidba tudunk itt is kapaszkodni, mert nagy a mi felelősségünk, amikor előtted állunk meg, és bemutatjuk neked ezt a kisdedet. Kérünk, ezt az alkalmat is te áld meg nagy kegyelmedből. Köszönjük, hogy imádkozhatunk a betegjeinkért, a nyomorúságon élő testvéreinkért, azokért, akik még nem ismertek meg téged. Köszönjük, hogy végzed a munkát, köszönjük, hogy magadhoz vonzod mindazokat, akiket elválasztottál. Köszönjük neked, hogy használni akarsz bennünket ebben a munkában, és hogy mindenre képesekké teszel bennünket, amire elhívtál. Köszönjük neked, Urunk, ezt. Áldunk és magasztalunk téged. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Ámen. Foglaljunk helyet, testvérek! A 389. énekünket énekeljük. A 389. énekünket, ezzel készülünk már a keresztelési szertartásra is. Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényesüt.
A mi segítségünk jöjjön az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istentől. Ámen. Halljátok meg, atyám fiai, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Írva található ez a Máté írása szerint aló Szent Evangélium 28. részében, a 18. verstől kezdődően a következő képpen. És hozzájuk menvén Jézus, szólanékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És imé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen. Gyülekezet helyet foglal. Kedves testvéreim, hosszan prédikáltam, tehát most nagyon rövidre kell fogjam. De jó, az meg legalább a felét hallottátok annak, amit volt a prédikációban. Nagyon örülünk nektek, hadd mondjam azt el, hogy nagyon örülünk annak, hogy itt állhatunk most veletek Isten színe előtt. És a mi örömünknek ez a csúcsa, ez a lényege, hogy Isten színe előtt állhatunk mindannyian. Mert hogy örülünk a gyermeknek, örülünk annak, hogy vállalhattátok Isten kegyelméből ezt a gyermeket, de annak örülünk a legjobban, hogy itt lehetünk Isten jelenlétében, mert hogy végeredményben ez az egésznek az alapja, lényege, ez az a sziklaszilárd alap, amiről éppen az imént beszéltem, hogyha nem erre építünk, hogyha nem erre helyezkedünk rá, akkor nem vagyunk biztonságban. És értsétek jól ezt a biztonságot, mert sokszor valóban úgy gondoljuk a keresztségről is, hogy igen, hát ez majd biztosítja a gyereknek az áldásokat. Ugye, hát szokták itt mondani, hogy jaj, annyit sír a gyerek, kereszteljük meg, nem? Akkor már nem fog sírni. Hát nem, azt a gyógyszertában kell keresni azt a megoldást, vagy éppenséggel ki kell várni türelem a végét, amíg véget ér ez a görcsös időszak a gyereknek. A keresztség nem erről szól. A keresztség felelősségről szól. Persze másrészt Isten kiválasztó kegyelméről, amit mondtam, hogy van egy alap, erről szól, amiről lehet indulni, és ez az Isten szeretete. És azt mondja, hogy minden megvan, az Isten azt mondja, hogy minden megvan. Hát, hogy mit mond Jézus? Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Minden megvan, amire szüksége van ennek a gyermeknek. Minden bőséggel, teljességgel megvan, mert hogy én elkészítettem. Hogy én elkészítettem, nektek csak az a dolgotok, hogy ráálljatok erre az alapra. Ráálljatok erre az alapra, de ez viszont dolgotok. Ez viszont feladatotok. Hogy ráálljatok erre az alapra, amit az Isten mutat be nektek. Hogy nehogy mi is úgy járjunk, ahogy azok, akiket megítél Jézus éppen abban az igében, amit ma olvastam. Hogy vakvezetők legyünk. Értitek? Hogy mekkora felelősség? Hogy mit ide jövünk, és azt mondjátok, hogy tudjátok, mit fogtok mondani? Azt mondjátok mondani, hogy megígérjük, és megfogadjuk, hogy úgy neveljük a mi gyerekünket, és neveltetjük a gyerekünket. Tehát nem marad ki a keresztülő se ebből a felelősségből. Sőt, a gyülekezet sem marad ki ebből a felelősségből. Hogy úgy neveljük, és neveltetjük ezt a gyermeket, hogy majd ő maga önként, ennek a nevelésnek a nyomán is, ő maga önként tesz majd vallást az ő hitéről. Melyik hitről? Amit látott az apjában, az anyjában és a kereszt szüleiben. Arról a hitről, hogy megismeri általatok, megismeri az élő Istent, akihez majd tartozni szeretne. Tehát jaj nekünk, amikor itt megállunk Isten előtt. Jaj nekünk, mert óriási a felelősségünk. Óriási a felelősségünk, mert tőlünk várja ezt az Isten, bennünket akar megbízni ezzel. És ha mi nem követjük az Istent, ha mi nem helyezkedünk rá az alapra, ha nekünk nem nyitja meg az Isten a szemünket, akkor hogy vezessünk valaki mást? Hogy láttassunk másokat, és hogy láttassuk meg vele Istennek a szeretetét, ha mi magunk nem látjuk? Tehát, kedveseim, arra szólítalak fel benneteket, hogy adjátok át teljesen az életeteket az Istennek. Azért imádkozunk, hogy valóban ott legyen az életetek az ő kezében. Mikor legutóbb találkoztunk
akkor bátorítottalak, buzítottalak is benneteket arra, hogy az legyen az első lépés, hogy épüljetek be a közösségbe. Jöjjetek, legyetek itt, várunk benneteket vasárnaponként, itt, az alkalmakon, hiszen egy család vagyunk, egy közösség vagyunk, és Isten vár bennünket ebbe a közösségbe. Így kezdődik el a mi szemeinknek a megnyílása. Így kezdődik el a mi botorkálásunk az életnek az útján, hogy eljövünk, és ott vagyunk, és Isten elkezd munkálkodni a szívünkben, az életünkben. És aztán meglátjátok, hogy milyen csodálatos dolgok nyílnak meg azok előtt, akiknek Isten megnyitja a szemét. Hogy vak voltam, de látok. És akkor nem tudom, hogy, de összejön az is, hogy a gyereket megfelelően tudjuk nevelni, elég türelmünk lesz hozzá, ugye? A mamáknak is elég türelmük lesz, az meg a tatáknak is, és ez a gyerek pedig megtapasztalja ebben a családban, abban a légkörben, amiben helyezte őt az Isten, megtapasztalja az Istennek a szeretetét. Nagyon-nagyon fontos ez, hogy ti is erre az alapra helyezkedjetek. Mert nem azt fogja számon kérni tőletek az Isten, hogy jaj, mit csináltatok meg, így meg úgy, hanem azt fogja számon kérni, hogy kapcsolódtatok-e hozzám, hogy ott volt az életetek az én kezemben. Hogy nekem, valóban hittétek ezt, hogy nekem adatott minden hatalom menjen és földön? Mert mi nagyon könnyen kimondjuk, hogy persze, hogy ne, neked adatott minden hatalom, aztán mi úgy csináljuk, hogy akarjuk. De Jézus azt mondja, hogy nem. Ott kezdődik el minden, hogy azt mondod, hogy igen, elismerem, hogy Jézusé minden hatalom. Istené minden hatalom. Én nem tudok nélküle jól nevelni. Én nem tudom. Ti most vettük az elején, kedveseim. Mi már benne vagyunk a vastagjában egy ideje, de én ezt tudom csak mondani, én nem vagyok egy jó apa Isten nélkül. Én nem tudom, mit csináljak. Nem tudom, hogy neveljem ezt a gyermeket, vagy a gyermekeinket, hogy valóban megismerik az Istent. A titka az, hogy én magam legyek nevelhető, és minden hatalmat adjak oda az Istennek, és engedelmes gyermekkel legyek. És akkor működni fog a dolgok átadása, a hitnek az átadása, működni fog a bizonyságtétel, működni fog minden, aminek működnie kell. Ezzel az imádságos szívvel vagyunk itt veletek, és valóban könyörgünk azért, hogy a ti életetek újuljon meg teljesen, hogy érezzétek és lássátok meg azt, hogy jó az Úr hozzátok. Hogy tudjátok és fogadjátok el azt, és kapituláljatok ezelőtt az isteni hatalom előtt, és mondjátok, hogy igen, Uram, mi nem nélküled akarjuk ezt csinálni. Mi veled akarjuk ezt csinálni. Sőt, mi azt akarjuk, hogy te csináld ezt rajtunk keresztül, te végezzenek a gyereknek a nevelését. És hogyha ez megtörténik, akkor nagyon sok áldásban lesz részetek. Ha nem, akkor nagy a felelősség, és nagyon sok a küzdelem. Így is sok a küzdelem. De amikor Isten befedez bennünket az áldásaival, az egy csodálatos dolog, ami mindenfélét pótol az életetekben, minden hiányosságotokat. Kívánom, hogy ezen a kősziklán álljatok, erre a kősziklára helyezkedjetek rá, és akkor Isten meg fogja áldani a ti szülői mi voltotokat, meg fogja áldani keresztszülői mi voltotokat, és képessé tesz benneteket arra, hogy ezt a gyereket valóban az ő ismeretében neveljétek. Így legyen ez. Ámen. Kedves testvéreim, mielőtt még a sákramentumot kiszolgáltatnám, két kérdést szeretnék előttökbe tenni, melyekre felejtek meg hallható szóval, hitetek és meggyőződésetek szerint a gyülekezet feláll. Azt kérdezem először, hogy akarjátok-e, hogy ez a kisded az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Akarjátok-e? Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy a kisdedet mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt? Ígéritek-e? Jöjjetek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván az egyetemes keresztény anyaszentegyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban,
ki fogantaték Szentlélektől, születték Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne mennyekbe, ül az Atya Isten jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy közönséges keresztény anyaszentegyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen. Urunk Istenünk, a Te kezedbe tesszük le testvéreinknek az életét, Te látod az ő szívüket, meggyőződésüket, és arra kérünk Téged, hogy munkálkodj az életükben, hát, hogy valóban Neked adjanak át minden irányítást, hadd legyen Tied a hatalom az életükben, mert csak akkor tudják betölteni szülői és keresztszülői hivatásukat. És kérlek, Urunk, erősítsd meg őket fogadalmukban, állj melléjük, és tedd lehetővé azt, hogy valóban ez a gyermek minél jobban megismerjen Téged. Köszönjük, hogy Te minden hiányosságunkat pótolod, Te vagy a hit szerzője és bevégzője, és Urunk, arra kérünk, hogy bennünket is, mint gyülekezetet tégy képessé arra, hogy úgy tudjunk rólad bizonyságot tenni, hogy ezáltal a Te követésed kívánatossá váljon az utánunk jövő nemzedék számára is. Urunk, áldunk és magasztalunk Téged, hogy Te már az anyamélyben ismertél bennünket, még az anyamély előtti állapotunkban is Te döntöttél a mi életünkről, megszületésünkről, és köszönjük azt, hogy szuverén úrként, mindenható Istenként gondoskodsz a mi életünkről. Áldunk és magasztalunk Téged ezért, és köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket az Úr Jézusért. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Ámen. Kevin, én keresztelek téged az atyának, a fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. A kegyelemnek Istene áldja meg ezt a kisdedet, nevelje és vezérelje minden akadályon és kísértéseken keresztül, és cselekedje, hogy lehessen öröme szülőinek, hasznos tagja anyaszentegyházunknak, végre pedig részese az örök dicsőségének. Ámen. Foglaljunk helyet, testvérek! A fiatalok szeretnék még köszönteni az új életet a gyülekezet közösségében, az ő köszöntésüket még hallgatjuk. És aztán pedig a záró éneket fogjuk énekelni, a 488. énekünket.